Köszöntök mindenkit a képernyők előtt. Én Mészáros Krisztina vagyok, a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola magyar tanára. A mai téma szellemi és társadalmi mozgalmak a reneszánszban. Ugye az előző órán már szó volt a reneszánsz kialakulásáról, létrejöttéről, és az előző óra folytatásáról lenne most szó. Ugye több új körülmény jelentkezett a 14. és a 15. században. Ebből néhányat kiemelnék. A bizánci birodalom hanyatlása és bukása, ugye már jóval Konstantinápoly 1453-as török kézre jutása előtt, görög tudósok rengeteg ókori kéziratot menekítettek át Itáliába, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az addig nyugaton ismeretlen kéziratok tanulmányozásából olyan tudományágak jöjjenek létre, mint például a matematika, a filozófia, az orvostudomány, földrajz. Ugyanakkor ugye a városi polgárságnak is hatalmas szerepe volt ebben az időszakban. Ők érdekelve voltak a tudomány, elsősorban a természettudományok fejlesztésében. Az életet tanulmányozták, tehát a valóság felé fordultak. Arra is rájöttek, hogy pénzzel és tudással képesek előre jutni, képesek alakítani saját életüket, és felismerték tehát azt, hogy a társadalom nagyon gyorsan átalakítható. Minden kultúra területén jelentős változásokat hozott a reneszánsz. Nagy szerepet játszott ugye ebben a tudományos technikai fejlődés, akár az építészetre gondolhatunk, de akár gondolhatunk a könnyomtatásra is. És akkor a humanizmus fogalmára térnék rá. A reneszánszon belül tehát megjelenik a humanizmus. Ideológiai és kulturális irányzatról van szó. Jelentése emberies. Szellemi, irodalmi és filozófiai jellegű irányzatról van szó. És akkor itt csak magyarázatként annyit mondanék, hogy humanista az író, humanista a pedagógus, humanista a filozófus, még a képzőművész reneszánszi. Műveltséget és tudós magatartást jelentett humanistának lenni. Főleg latin és görög irodalom tanulmányozását tűzték ki célul. Fordították például Homérosz, Szofoklész műveit, alkotásait. Ugye a vallás is és a Biblia is jelen van, illetve tudományos vizsgálata jelen van, de hangsúlyozottan tehát tudományos szemszögből vizsgálták. Ugye a humanista értékrend a 14. századhoz köthető, és az emberközpontúság egyik fő jellegzetessége, vagyis az egyén alakíthatja saját életét. Az emberi egyéniség szabad fejlődéséről beszélhetünk ebben az időszakban, az én forradalmáról, vagyis a közösségben, közösségből kiemelkedő, közösségben érvényesülni tudó ember. Cselekvő egyéniség, önmegvalósítható, sokoldalú egyénre kell gondolni, aki hírnevet szerez magának, tehát egyéni dicsőséget. Nézzük a reneszánsz eszméi kapcsán
mit is emelhetünk ki. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy jellemzi a világias gondolkodás. A földi boldogság keresése úgy, hogy a vallás is bizonyos szinten megmaradjon. Felfedezik ugye az emberi érzéseket, természetet, az emberi test szépségét. A racionalitás, vagyis az észszerűség a szépség kultusz mellett képes megmaradni. A polihisztor, ugye a művészet és tudomány több ágában jártas tehetség bontakozik ki. Elmondható ugye az antikvitás, mint az itáliaiak számára ugye a római birodalom értékeinek a felelevenítése történik. A humanisták egyébként politikai szerepet is betöltöttek, például az itáliai Antonio Bonfini így kerül Magyarországra a 15. században, Mátyás király udvarába, ahol is azt a feladatot kapja, hogy megírja a magyarok történetéről szóló művét. Az irodalom követi az antik műfajok sajátosságait, például nagyon sok a mitológiai utalás a művekben, és nagyon sok klasszikust idéznek. A humanizmus a természettudományokra is átterjed, ugye a 15. században, és hát a reneszánsz nagy terve, célja, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a világ, a természet és az ember földi harmóniájának a megvalósítása. Említettem már ugye a könyvnyomtatást. Hát a könyvnyomtatás a reneszánsz nagy találmánya, ugye Gutenberg nevéhez köthető, német származású emberhez. 1456-ra készíti el az első nyomtatott könyvet, a latin nyelvű Bibliát, vagyis a Vulgátát. Az irodalom ettől kezdve ugye nagy példányszámban jutott el az emberekhez, és ez nagyban hozzájárult a kultúra gyors fejlődéséhez, illetve a ugye nemzeti nyelven megírt szövegek kapcsán a nyelv egységesítéséhez hozzájárult, mert mindenki számára elérhető volt ettől kezdve az irodalom. Könyvgyűjtőkről is beszélhetünk ebből az időszakból, például első jelentős magyar humanista könyvgyűjtő Vitéz János, hát a maga korában már híressé vált könyvtárat gyűjtött össze. Említettem ugye, hogy a nemzeti nyelv megerősödéséről van szó, tehát valójában ez az az időszak, amikor a nemzeti irodalom létrejön, ezért ugye arról is beszélhetünk, hogy a nacionalizmus hőskora volt. A humanisták tárták fel például egyes népek múltját, sajátosságait, kutatásaik során. Tanulmányozták ugyanakkor a helyesírást, a nyelvtant, a retorikát. És akkor nézzük egy kicsit az irodalmat. Ezekről szó lesz a későbbiek folyamán, egy-egy órán. Én csak kiemelnék néhány személyt, illetve néhány műfajt a korból. Beszélhetünk az úgynevezett esszéisztikus levélről. Itt egy irodalmi, tudományos témájú út és tájleírásra kell gondolni. Kolduló levelekről is beszélhetünk. Ugye említettem azt, hogy gazdag családok támogatták a művészeteket, a tudományokat, hozzájuk szóltak valójában ezek a kolduló levelek, ugye uralkodóknak, főuraknak, főpapoknak.
ezekben megfogalmazták a támogatók népszerűség, vagy nagyszerűségét. A reneszánsz kapcsán ugye beszélnünk kell az új platonista filozófiáról. Ez egy olyan irányzat, amely a test és a lélek hármasságát hirdeti. Tehát szellemi hármasságát hirdeti, miszerint a test csupán a lélek börtöne, a lélek viszont szabad és örökérvényű. És akkor néhány közismert humanista szerző, Francesco Petrarca, hozzá köthető a szonett műfaja, ugye a dalos könyvben ez az egyik legjellegzetesebb versformája. A humanista irodalom egyik első itáliai képviselőjéről van szó. A reneszánsz irodalom bizonyos szinten lázad is, és ezt nagyon sokszor a szabadszájúságban határozhatjuk meg. Anekdotikus gyűjteményeket írnak, és ezek sokszor sikamlós szövegekkel tarkítva. Például Boccaccio neve említhető meg ennek kapcsán, ugye ő a novella megteremtője. Szórakoztató történetmondást foglal össze a Decameron című munkájában. És akkor Boccaccio követője volt Chaucer, aki a Canterbury mesék verses gyűjteményében is ugye gúnyos, pajzán történeteket mond el. Drámaíró és költőként kiemelhető az angol William Shakespeare, valamint meg kell még említeni Montaigne nevét. Montaigne teremti meg az esszé műfaját. Valójában a műfaj nevét is ő adja Esszék című könyvével. Esszéi, tehát ez a munkája három kötetben jelent meg, rövidebb reflexiókat tartalmaz saját élményeiről, olvasmányairól, kulturális eseményekről. Tehát, hogy hogyan is hatott rá, hogyan is befolyásolta életét, és akkor ez által született meg az esszé műfaja. Az esszé ugye kísérletet jelent, francia szóból származik, és tudjuk azt, hogy tudományos, irodalmi igénnyel megírt filozófiai mű, amely ugye egyéni felfogást tükröz, és hát a szerzők saját elmélkedésükről, gondolatukról, filozófiájukról beszélnek, írnak. Korszak végén megjelenik a modern regény, a pikareszk műfaj paródiája. Ugye Cervantes közismert alakja Don Quixote, valamint kedvelt ebben az időszakban a kalandos szerelmi történetek gyűjteménye is, mint például a Pásztor regény, ezek ugye főként angol és spanyol irodalomban jelennek meg. Tehát ezek ugye könnyed olvasmányok. Természetfilozófiai gondolkodásmódról beszélhetünk. Úgy gondolták, hogy a világ eseményei matematikai összefüggésekre vezethetők vissza. Ugye szó volt már arról, hogy a tudomány is főszereplővé válik ebben a korban, ugye a kor második felében. És akkor csak példaként Leonardo da Vinci alakját emeltem ki, ugye ön arcképét láthatjuk, valamint két munkájának egy-egy részletét. Nagyon jól alátámasztják ezek a munkák azt, hogy művészetet és tudományt hogyan lehet összekapcsolni. És akkor Rembrandt egyik közismert alkotása. Anatómiai
előadás rögzítéséről, tehát anatómiai előadás rögzítéséről van szó, egy nyilvános boncolást rögzített. El kell mondani azt, hogy ezek a nyilvános, tehát ezek a boncolások nyilvánosak voltak, meghirdettek évente egy-két ilyen jellegű rendezvényt, amelyen ugye részt vettek néhányan, mint kíváncsiskodók. Hozzáteszem azt, hogy meghalt bűnözők testét boncolták fel, és hát az egyik fontos reneszánszi vonása ennek az alkotásnak az, hogy az emberek arca nagyon karakterisztikus, látható az, hogy nagyon kíváncsiak, érdeklődőek, tehát tudásra éhesek, mint ahogyan a reneszánszi ember. És néhány tudóst is kiemelnék ennek kapcsán, a reneszánsz kapcsán. Ugye Nikolaus Kopernikus, lengyel csillagász volt, hát ő szembefordul az addigi geocentrikus világképpel. Azt mondja, hogy szerinte a bolygók a nap körül keringenek, és nem fordítva. Galilei, olasz fizikus, ő volt az, aki ugye felfedezte a szabadesés fizikai törvényét. Mikroszkópot épített, és ugye távcsövet is elneveztek róla később. Kepler német csillagász volt, számításokkal támasztotta alá Kopernikus munkásságát, felfedezését, és ezáltal megszületett a napközpontú, vagyis a heliocentrikus világkép. A reformáció, mint vallási mozgalom jelenik meg ebben az időszakban. Reformációról csak nagyon röviden annyit mondanék, hogy egyházszakadásról van szó, tehát megszűnik az egyház egyeduralma, és különböző protestáns mozgalmak jönnek létre. Martin Luther neve említhető meg, ugye, aki a 95 pontból álló tételsort kitűzte a Wittenbergi templom kapujára. Róma fennhatósága ezáltal megszűnt, és elindította a reformációt. Tehát ők a reformáció hívei, ugye ők azok, akik nem ismerik el a pápa egyedüli tekintélyét, és hát biblia magyarázatokkal is szembeszállnak. Ellentmondásos a reformációban és a reneszánszban az, hogy a reneszánszban a vallás háttérbe szorul, amint már említettem, a világi gondolkodással szemben. A humanistákat szinte nem is érdekelte a vallás, a reformáció pedig növelte a vallás szerepét. Reformáció hatására több bibliafordításról beszélhetünk ugye nemzeti nyelven. Tehát csak az a fontos a reformáció számára, ami a keresztény erkölcs szolgálatába állhat. És akkor kiemelném Thomas More művét, ami az eszmény államról szól, Utópia című könyv. Azért emeltem ki, mert ezáltal műfajt teremtett, és hogy mi is az utópia, mert ezekről majd később szó lesz, olyan eszményi társadalmi berendezkedést rögzít, amely az adott korban megvalósíthatatlannak látszik. És akkor egy kicsit a reneszánszi divatról is láthattok itt képeket, ugye hosszú ruhát viseltek, bokát eltakarva, a hajkompozíció rendezett. Érdekességként ugye elmondható az, hogy a fej a törzsel együtt fordult, a férfiak is sokszor köpenyt viseltek, minél hosszabb volt a köpeny, az azt jelezte, hogy annál magasabb rangban van az illető. Válligérű hajat hordtak, és ugye harisnyát, puffos nadrágot viseltek. Megjelenik ugye 16. század végén a malomkerék gallér, és hát azt is megszabták, hogy melyik társadalmi rétegnek mit kell, mit szabad viselnie. Manierizmus ugye, mint a reneszánsz végén megjelenő irányzat, ugye főleg a képzőművészetben jelenik meg,
Michelangelo utolsó éveiben köthető ehhez az időszak, ehhez az irányzathoz, hát itt a reneszánsz válsága fogalmazódik meg. És akkor ugye elhangzott Gutenberg neve, Gutenberg galaxisről beszélnék érdekességként, ugye azt a korszakot nevezzük Gutenberg galaxisnak, amikor a nyomtatott könyv kiemelkedő szerephez jutott, ugyanis tehát mint ismeretközlő közeg. Azt mondhatjuk, hogy ez körülbelül a 15. századtól a napjainkig terjed, és hát ott az 1950-es évektől kezdve, amikor is a televíziózás megjelent, illetve később ugye az internet világa, szintén ismeretközlő közegként van jelen, azóta ugye sokan beszélnek a Gutenberg galaxis válságáról. És akkor utolsóként egy Szofoklész idézetet emelnék ki, ami kapcsolódik a témánkhoz. Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Köszönöm a figyelmet!